Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnafej Televízió híradóját látják, Slajhó Zénó vagyok. Főbb témány néhány mondatban. Halottak napja, a temetőkben már készülődnek a megemlékezésre. Örtözek Tolna vármegyében a székely autonómiáért gyújtottak mágiákat. A sport összeköti az embereket, atlétikai versenyt tartottak. Fokozott figyelem a halottak napján, óvatosságra int a rendőrség. Közeledik Minden Szentek és Halottak napja, amikor mindenki kilátogat elhunyt szerettei sírjához. A hozzátartozók a temetőkben mécseseket gyújtanak, koszorúkat és virágokat visznek a nyughelyekhez. November 1-én Minden Szenteket, 2-án a halottak napját ünnepeljük. Az ilyenkor kelendő termékek az idén is nagy számban fogynak. Az élő tálakat például többen viszik, mint a bedíszített szalmatoboz és koszorú alapot, mondta Rigler Eszter. Vágott virágot mindenféleképpen szoktak vinni, holland krizit, illetve nagyfejű krizantint, ez a legkelendőbb vágott virágból, illetve élő temetői tálak, amik így nagyon fogynak, illetve szeretik az emberek, mert elég tartós vizes oázisban van, vázákat, vázabetéteket, mécseseket, mécsesbetéteket, illetve száraz virágból készült, ilyen száraz virággal díszített kerámia tálakat visznek még nagyon sokat. Az elhunytak hozzátartozói az ünnepeket megelőző napokat a nyughelyek rendezésével töltik. Na, holnap viszem ki, már voltam egyszer már anyósomnak a sírját megcsinálni, de én a napján szokok mindig, előtte való nap kihozom, és akkor szerdán meggyújtunk gyertyát a családdal. A szokáshoz kapcsolódó népi hiedelem szerint a gyertyagyújtásnak az a célja, hogy a véletlenül kiszabadult lelkek visszataláljanak sírjükbe, ne nyugtalanítsák az élőket. Amúgy lélekbe készülünk rá, és hát lehet, hogy a napján nem fogok tudni kijönni, mert nem úgy leszek, de akkor is otthon gyújtok gyertyát azokért is, akikhez nem tudok elmenni. Minden Szentek Magyarországon 2000-ben, fél évszázad után lett ismét munkaszüneti nap. Egyesülete a Magyarországi Német Gyermekekért, rövidített nevén VUK, minden évben megrendezi családi hétvégéjét. Ezúttal Tengericen gyűltek össze az ország minden részéről, hogy megünnepeljék 25. születésnapjukat. A háromnapos rendezvény a kétnyelvűség jegyében zajlott, ahol a gyermekek szüleikkel együtt sok-sok játékos foglalkozáson vehettek részt. A program végén minden család ajándékot kapott az egyesülettől. Teljes terjedelmében égett egy kétszintes présház jellegű ingatlan emeleti lakórésze csütörtök délután Dombóvár Szőlőhegyen a Tükedüllőn. A tűzesethez a Dombóvár és a Sásdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik vízsugarak és kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet. A lángok az alsó szintet és a pincét nem érték el. A székely autonómiáért gyújtottak örtüzeket Tolna vármegye szerte vasárnap. A tűz körül egybegyűltek, a köszöntök után jó hangulatban beszélgethettek, miközben a székelység szuverenitását támogatták jelenlétükkel. Tevelen a többi településsel ellentétben szombaton lángolt fel a mágia az összetartás jelképeként. Fellángoltak az örtüzek több Tolna vármegyei településen vasárnap a székely szuverenitás napján. Zsíros kenyérrel és forró teával várták a résztvevőket Tevelen szombaton. A tűzgyújtást rövid műsor követte, majd az egybegyűltek estig beszélgethettek a lángok melegében. A Székely Nemzeti Tanács 2015-ben döntött arról, hogy október utolsó vasárnapja legyen a Székely Autonómia napja. Magyarország kiáll a határon túli magyarság mellett, erre kötelez bennünket az alaptörvény is, amely úgy fogalmaz, hogy Magyarország, a magyar kormány felelősséget visel határon túli magyarság mellett. A székely autonómia nagyon fontos, mert ez az autonómia szükséges ahhoz, hogy majd a következő évtizedekben a székelység minden jogot megkapjon, és határok megváltoztatása nélkül gyakorlatilag önrendelkezni tudjon. A teveli örtűzgyújtáson többek között Madéfalva polgármestere is részt vett, és elmondta, miért is lényeges, hogy foglalkozzunk a székely autonómiával egy örtűzgyújtással. Valójában ezek ilyen szimbólumok, egy olyan belső
igényre, egy olyan válasz, egy szimbolikus jelzés a mindenkori hatalom felé, hogy mi egy békés nemzet vagyunk, aki egy békés, mondhatni dolgozó nemzet vagyunk, aki végezzük minden nap a dolgainkat, és csak egy dologra vágyunk, amire szerintem minden népcsoport, minden ember, hogy legyen meg az alapvető szabadságunk. Vasárnap többek között Bonyhádmajoson és Nagymányokon is öltözekkel ünnepelték az autonómia napját a székelyek. Három szekszerdi kosaras lánya válogatottban keretet hirdetett Székely Norbert, a női kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya a november 9-i Szlovénia elleni EB-s rejtezőre. A csapatba beválogatta Miklós Melindát, Horváth Bernadettet és Boros Júliát, akik jelenleg a TAR KSC szekszer csapatát erősítik. A keretben szerepel még a szekszerdi nevelésű Studer Ágnes is, aki jelenleg Törökországban idegen légióskodik. Atlétikai versenyt tartottak Tamásiban, ahol 4 versenyszámban mérhették össze tudásukat a versenyzők. A korosztály nagyon változatosan alakult, hiszen egészen a kisgyermektől a 85 éves korosztályig sokan képviseltették magukat a rendezvényen. Nyolcadik alkalommal került megrendezésre Tamásiban az atlétikai verseny, ahol kalapácsvető és diszkoszvető számban mérhették össze tudásukat a versenyzők. Ez a verseny most már tulajdonképpen mindig ősszel, október vége fele, ilyen hagyomány szerint, ilyen évadzárószerű versenyként fog szerepelni, meg szerepelt eddig is. Ebben a versenyen mindenféle korosztály indul. Egészen most jelen pillanatban például az U6-ostól, tehát a 6 évestől kezdve a 85 éves korig van versenyző, de korábbi időszakban is az U12-től a 80 felettiekig minden korosztályban szoktak versenyzőink lenni. Az eseményen közel 40-en mérhették össze erejüket 4 különböző versenyszámban. Amit még tudni kell az egyesületünkről, hogy Tamásiban a legeredményesebb egyesület, hiszen rengeteg korosztályban tudunk részt venni versenyeken, országos bajnokságokon és nemzetközi szinten is meg tudunk jelenni, ugyanis jelenleg az egyesületnek 2 válogatott atlétája van. Az U16-os korosztályban Kimmel Tamás János kalapácsvetésből, és az U18-as korosztályban pedig Beke Zétény szintén kalapácsvetésből. Tehát egy ilyen kisvárosba elmondani azt, hogy 2 válogatott atlétája is van, ez nagyon nagy büszkeségünk. Beke Zétény az U18-as korosztályból rengeteg szép eredménnyel büszkélkedhet már, akinek közeljövő tervei között az európai bajnokság szerepel. A sportot egy ilyen 7 éve kezdtem, ugye ez így úgy jött nekem, hogy ugye apukám az ismerte bandibát, meg ő is régen atléta volt, ezért egyszer kihozott egy edzésre. Hát nekem ez nagyon megtetszett az elején, meg még mindig tetszik, az a lényeg. És hát így megragadt most bennem, hogy most jó is megy, most válogatott atléta is lettem idén. Bekerültem a Herakrész programba, ez azt jelenti, hogy lesznek edzőtáborok. Kimmel Tamás János kalapácsvetésben már válogatott atléta, akinek távlati céljai között az olimpia szerepel. Hát ezt a sportot kb. 2 évvel ezelőtt kezdtem el. Eddig Erdnél kijutottam most idén Szlovákiába, ott 5. lettem 4-es kalapácsból. Ez egy hónap ezelőtt volt egy szombathelyen egy verseny, ott is 4-esből második, meg 5-esből is második lettem. És ugye ez most jelenleg ennyi így ez évi teljesítményem. Stefanovics Ágnes, ha épp nem a vajúdó kismamákat segíti, akkor az atlétikai pályán edz. Nem is akárhogy. Súlyt lök, kalapácsot és diszkoszt vett. Most már több mint 20 éve üzemes a sportágat. Idei évben Európa bajnoki 2. helyezett voltam. Dobó 5 próbába 3. helyezett gerelyhajításban. Grosen Pál a tamási versenyen saját korosztályában 1. helyezést ért el, de Európa-bajnok címet és világcsúcsot is nyert már a korábbi években. Testnevelő tanár voltam, atlétaedző, atléta szakedző, és így, amikor befejeztem az aktív edzősködést, maradt az, hogy nem itt maradok az atlétikánál, és én magam művelem tovább. A rendezvény kiválóan megmutatja, hogy a sport és a sport szeretete összeköti az embereket.
Méltatlanul mellőzik az egyik legegészségesebb fehérjeforrást a magyarok, holott a nyúlhús kiváló táplálkozási élettani tulajdonságokkal bír. A hazai nyúlágazat dinamikusan fejlődő trendje ugyan az idén megtört, a nyugat-európai piacokon jelentkező nyúlhiány lehetőséget teremthet az ágazat hazai szereplőinek a piacszerzésre. Derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Nyúltermék-tanács körképéből. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyenkor közvetlenül a temetők környékén gyakrabban fordul elő gépkocsi feltörés, kerékpárlopás, zseblopás, táskalopás, valamint a lakás tulajdonos távollétét kihasználó betörés, besurranás. A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a kegyelet napjaira, azonban az áldozattá válás megelőzése érdekében arra kérik a lakosságot, hogy fogadják meg tanácsaikat. Fokozott rendőri jelenlét lesz elsősorban a temetők környékén és az oda vezető utakon Mindenszentek és Halottak napján, hogy az emlékezés zavartalan és biztonságos legyen. Folyamatos rendőri jelenlétre lehet számítani annak érdekében, hogy zavartalanul tudjanak eljutni a sírkertekbe az odalátogatók. Emellett kollégáim civil ruhában is ellenőrizni fogják a környéket annak érdekében, hogy azok az bűnelkövetők, akik az esetleg figyelmetlenül az autójukat nyitva hagyó járművezetőket meg akarják károsítani, ők ezt ne tehessék meg, és pontosan emiatt hívjuk fel mindenkinek a figyelmét arra, hogy legyen eléggé körültekintő, minden esetben zárja be a gépjárművét, illetve zárja le a kerékpárját, hogyha kimegy a temetőbe. A rendőrség felhívta a figyelmet arra is, hogy a temetőbe látogatók ne vigyenek magukkal jelentős értékeket, táskájukat pedig ne hagyják őrizetlenül. Ne hagyjon elől látható helyen semmiféle értéktárgyat, se kabátot, se táskát, se pénztárcát, se telefont, hanem mindent a csomagtartóba zárjon, vagy esetleg vigye be magával a sírkertekbe annak érdekében, hogy ne hagyjon nyomot a bűnelkövetők számára, hogy megkárosíthassák őt. A kerékpárokat, autókat lehetőség szerint őrzött és kivilágított parkolóban tegyék le, értékeiket pedig ne hagyják a jármű utasterében. Regionális híreink következtek. Újraindul az ifjúsági garancia program, segítik a munkába állást Baranyában. Sport, teljesítmény, újdonság, szakkonferenciát tartottak a pécsi iskolában. Fél évszázados lesz a Pécsi Magyar Fintársaság, készülnek a tavaszi jubileumra. Sikeresen zárult, és már jöhet a következő szakasza az ifjúsági garancia programnak, amely az elmúlt években 11.025 év alattinak segített a munkaerőpiacra jutni Baranyában. A program itt nem áll le, újabb dolgozni akaróknak segítenek jövő évtől. Most már egészen 30 éves korig várják a jelentkezőket. Sikeres munkaerőpiaci program zárul idén decemberben a Baranyai Kormányhivatal koordinálásával, amelyről sok jó példát, történetet lehet elmondani. Tudtuk meg a hivatal foglalkoztatási főosztály vezetőjétől. Munkáltatók körében is nagyon népszerű volt a program, tehát volt olyan, aki mondjuk ennek a programnak a keretében egy vállalkozóbeválási támogatással indította el a vállalkozását, és utána, amikor ő bővíteni akarta a foglalkoztatóti létszámát, akkor mivel ő is a program segítségével tudott elindulni, újra a programtól kért segítséget, hogy segítsünk neki új munkavállalókat kiközvetíteni, és három fő bértámogatással felvett, akik a mai napig ott dolgoznak nála. Bértámogatással, képzésekkel vagy a vállalkozóvá válás segítésével igyekeztek minél több fiatalt visszajuttatni a munkaerőpiacra. Mintegy 11.025 év alatt itt értek el a programban az elmúlt 9 év alatt. Összesen 11 milliárd forintba került a résztvevők támogatása. Ez volt az ifjúsági garancia program, ami a tervek szerint december után újraindulhat. Az új projekt az már az új programozási időszakban indul, Gino Plus néven. Ugyanígy ifjúsági garancia program lesz az elnevezése. Annyiban változik, hogy nem a 25 év alatti fiatalokra fog már fókuszálni, hanem ezt az életkort, ezt picit feljebb toljuk, és a 30 év alatti fiatalok lesznek a program célcsoportja. Jelenleg a program tervezési és előkészítési folyamatai vannak, és meglátjuk, hogy még esetleg az idei év végén, vagy a jövő év elején, akkor újra tudnak indulni ezek a támogatások is. Az előző garanciaprogramot sem 10 évre tervezték, az újabb munkaerőpiaci támogatás idejét is kevesebbre szabták, de ez változhat, tudtuk meg a főosztályvezetőtől.
Az új projektben szintén egy rövidebb időszakkal indulunk az elején, ez minden projektnél megszokható, illetve egy viszonylag alacsonyabb támogatási összeggel, 4,6 milliárddal indulunk most, ez az, amit most megterveztünk kifejezetten Baranya megyére. Erről készítettük el a költségvetést, hogy ebből nyújtsunk majd támogatást a 30 év alatti álláskeresők részére. Ez az összeg rendelkezésre fog állni, mondja Tigelman Éva, hiszen a magyar állam előre megfinanszírozza a forrást az újabb ifjúsági garanciaprogramhoz. Hogyan lehet növelni a teljesítményt különböző módszerekkel a sportolóknál? Milyen szerepe van a táplálkozásnak az egészségre és a sporttevékenységekre? Milyen új technikai sportágat hoz létre a technológiai fejlődés? Többek között ezekre a kérdésekre is keresték a választ az előadók a Pécsi Cserepka iskola előadó termében. Itt rendezték meg az intézmény és az egyetem közös szakkonferenciáját. Előadást hallgatnak az érdeklődők a Pécsi Cserepka sportiskolában pénteken egy konferencián. Többek között egy különleges módszerről is hallhattak itt, ami segíthet a sportolóknak a jobb teljesítmény elérésében. Ez az Access Bars-szal való kezelés a teljesítmény növelésére. Ez az Access Bars, ez egy energetikai kezelés, egy gyengéd érintéses technika, amivel a sportolók teljesítményét növelhetjük, relaxált állapotba kerülnek, pihentető, az energia, vagy az idegpályákra hatnak, energetizálnak főképpen. A fejen található különböző pontok érintésével, stimulálásával érhető el kedvező hatás. Az előadó azt mondja, ez mérhető javulást hoz a sportolók teljesítményében. Orvosok vizsgálják, neurológusok vizsgálják, azokban a sportegyesületekben, ahol már ott van ez a technika, ott 84%-kal növekszik a sportolói hatékonyság. Egyrészt a teljesítményben mérhető, másrészt az egymás közötti kommunikációban mérhető, és tényleg olyan hiedelmeken, amikkel a sportcoachingban dolgozunk, azokat is fel lehet ezzel a technikával oldani. De más érdekességekről, például a drónokkal létrehozott új sportágról is hallhattak előadást a jelenlévők. Újdonság is lesz ezen a konferencián, a sport és a drónokról lesz egy nagyon érdekes előadás, amit mi is már nagyon-nagyon várunk. Ennek lesz majd folytatása, és szeretnénk ezeket a drónos ismereteket egy picit a saját gyerekeinknek is itt a Cserepka iskolába átadni, úgyhogy már megkezdődtek a tárgyalások ezzel kapcsolatban is. Egy speciális szemüveggel, mint pilóta repülhet végig egy akadálypályán a sportoló. Az időt nézik, vagy azt pontozzák, hogy milyen különleges manőverekre képes. Ez az új sportág lényege. Hagyományos területek is előkerültek az eseményen. A konferencia meghirdetésénél meg szoktuk jelölni természetesen azokat a témákat, amelyekből lehet válogatni. Ide tartozik természetesen a sport, az egészség, egészségnevelés, a prevenció, a gyógytornával kapcsolatos témák, táplálkozással kapcsolatos témakörök, és nagy örömünkre most már túl vagyunk az első szekción, rendkívül jó, érdekes előadásokat hoznak az előadók, amiből azt gondolom mindenki tanulhat. Ez már a 6. sporttudományi konferencia volt pénteken Pécsen. Az egyetem egészségügyi kara és a Cserepka iskola közös szervezésében rendezték meg. Folytatódott a Pécsi Magyar Finn Társaság 50. évadának programsorozata. A jubileumi év klubestjén a jelenlegi tagság mellett a Pécsi Finn Barátok közösségének korábbi tagjai is jelen voltak. Az esten a magyar származású Helsinkiben elhunyt Rácz István fotós költő tanári életéről tartott előadást a Debrecenből érkezett Jobb Mária. A tagság együtt emlékezett. Az est vendége Jobb Mária, aki Debrecenből érkezett. A zenetanár évekig családjával Finnországban élt. Tanított Jyväskylében és Helsinkiben, ahol Rácz Istvánnal barátságot kötött. Ezekről a személyes emlékekről beszélt a tanárnő, és arról is, mennyire kalandos és gazdag volt Rácz István hosszú élete. Hasonló érdeklődésünk volt Rácz Istvánnal a művészetek iránt, a történelem iránt. Ő nagyon kíváncsi volt mindenre. Mind az életünknek, öttagú családunk életének minden apró része érdekelte őt, és mi szívesen voltunk vele együtt. Ő viszont múzeumba vitt bennünket, kiállításokra, finn történelemről, magyar történelemről beszélt, könyveket kaptunk tőle, és a művészeti albumait, fotóalbumaiból őrzünk néhányat, és... Hát így
Szerettük. Folytatódott a Pécsi Magyar Finn Társaság 50. évadjának programsorozata. A jubileumi évklubestjén a jelenlegi tagság mellett a Pécsi Finn Barátok közösségének korábbi tagjai is jelen voltak. Az elnök Anja Haaparanta már készíti a társaságot a jubileumi évre. Most ősszel még nem olyan egészen én ehhez a kapcsolódó témák vannak, de talán aztán a tavaszi fél évben. De érdekes dolgokról fogunk hallani most is, mint már szeptemberben, akkor a Petőfi évforduló volt a témánk, hogy a Petőfi és a finnek, hogy ide kapcsolódott az is. Dr. Vég József a társaság örökös tiszteletbeli elnöke a kezdetekről beszélt. Elmondása szerint helyi igény alakította úgy, hogy létrejöjjön a Pécsi Magyar Finn Társaság. Akkor bizony nagy szó volt, és harcolni kellett azért, hogy alakíthassunk egy ilyen baráti kört, amelybe azokat hívtuk elsősorban, akik alakulásunkat megelőzően már több alkalommal kint jártak Finnországba, az 56-ba testvérvárossá nyilvánított lakti városba, és nem elégedtek meg a látogatásuk idején tapasztaltakkal, hanem arra gondoltak, hogy jó lenne többször is összejönni. A fő ünnepséget 2024. április 24-én rendezik meg, éppen azon a napon, amikor 1974-ben a lelkes pécsi finn barátokat társaságot alapították. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Halottak napja, a temetőkben már készülődnek a megemlékezésre. Örtüzek Tolna vármegyében a székely autonómiáért gyújtottak mágyákat. A sport összeköti az embereket, atlétikai versenyt tartottak. Fokozott figyelem a halottak napján, óvatosságra int a rendőrség. Kedden alapvetően felhős idő lesz jellemző, de helyenként és időnként felszakadozik a felhőzet, és átmeneti napsütésben is lehet részünk. A felhőzetből elszórtan változó intenzitással eső, záporeső is előfordul. A hidegfront érkezésekor kezdetben a Dunántúlon, majd fokozatosan kelet felé haladva, heves záporokra, átmeneti felhőszakadásokra, helyenként zivatarokra is számítani kell. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!